Na jó napot, akkor majd jövök! Szia! Szia, sziasztok amúgy srácok! Igen, én vagyok a Kicsi Dani. Én még nem is videóztam ide amúgy nektek a csatornára. De amúgy halé... Jaj, lát minket, gyors menjünk arrébb! Jaj! Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat, a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Szóval igen, sziasztok srácok, én vagyok a Kicsi Dani, meg minden én vagyok, ugye nem videóztam ide a csatornára, de hát most úgy tűnik, hogy lesz nekem is egy videóm, szóval annyi a lényeg, hogy most megyünk a csajomhoz, ugye, és képzeljétek el, becsajoztam meg minden ilyesmi, aztán ja, apa nem tud róla, szóval nehogy elmondjátok neki meg ilyenek, léci, de viszont, hogyha esetleg akarta nekem segíteni, meg ilyenek, akkor mindenféleképpen dobjatok egy nagyon-nagyon nagy lájkot erre a videóra, 3-ra, és iratkoztok fel, 1, 2, 3, bum, és aki most megnyomta, az szereti Danit, meg engem. Ja, nem tudom, hogy apa, ezt hogy szoktam, most őt másoltam, haha. Na jó van, menjünk gyors akkor a barátnőmhöz. Azt mondom, hogy igen, valamerre erre felelakik. Aztán nézzük meg, hogy Mizu van vele, meg ilyenek. Aztán hát arról beszéltünk amúgy, hogy nem tudom, lehet, hogy elmondjuk apának, mindegy. Szia! Hello! Szia! Mizu! Semmi! Nem sok, ó, várjál, mindjárt jövök, jó? Jó. Nem hoztam virágot, Jézusom, de várjátok, nem már nincs itt virág. Hozok neki egy krumplit most, az is megteszi, reméljük. Lá. Hello, na pocsi, hoztam neked krumplit. Köszönöm. Szereted a krumplit? Igen. Jó, király. Na, amúgy mizu veled? Semmi. Na, az jó. Múltkor bújócskáztunk, most nem fogócskázunk? De fogócskáztunk. Meg vagy. Nem, te vagy. Ne, de. Te vagy! Nem egyik van itt! Jó, ez vagy játék, na. Jó, figyelj, beszélni akartam veled. Na, igen. Hát az a helyzet, hogy apának még nem nagyon mondtam el, hogy így a te vagy. Hát akkor mondjuk rá. Mondjuk el neki? Előlem? Hát jó, de mi van, hogyha azt fogja, vagy nem tudom, nem fog neki tetszeni? Szerintem fog. Nem tudom. Na jó van, gyere, mondjuk el neki akkor. Jó, remélem nem szedi le a fejemet meg ilyenek. Na menjünk gyorsan. Jó, oké, és na. Hát igazából alapból azt mondtam neki, hogy igazából nem megyek játszani barátokkal, szóval nem tud arról, hogy amúgy, ja. De mindegy. Szia, apa! Szia, korán hazaértél. Hello, szia! Na, szóval apa, nem mondtam el neked, de igazából ő itt a barátnőm. Hogy micsoda? Ja. De hát fiam, hát ezt el kellett volna nekem mondanod, vagy valami, hát érted, most miért titkolózol? Jó, tudom, igen, nem mondtam el neked, mert féltem, hogy mit fogsz mondani, meg ilyenek, de meg kell, hogy értsd. Jó, hát figyelj, rád bízom, te dolgod igazából. Tényleg? Nem gáz? Hát jó, oké, na, mindegy. Jó, hát akkor kösz igazából, apa, aztán majd, ja. Aztán akkor majd jövök haza, jó? Jó van, okay, vigyázz magadra, okay, szia! Jó, szia! Köszönöm, köszönöm! Jaj, ez az jó! Ez az, yeah! Oké, okay, nem zavarta meg ilyenek, szóval gondolom, hogy akkor jó meg minden. Jó van, akkor még lopok még több búzát. Ja, amúgy a krumplit, nem minden loptam. Azt vettem, eskü. Ja. Na, oké, okay, és megyünk akkor vissza hozzád? Igen. Várjál, visszajutok azt. Jó, oké, és hát akkor nem, jól van. Na, jól van. Ez az, yeah! Jó, mindegy, menjünk tévézni, vagy valami, jó? Jó. Nem tudom, szokott menni tolda izé, hát a kedvenc izé is mondja volna meg minden, na. Krumpi! Ez Kung Fu Panda, vagy mi ez? Nézd meg! De menő! Van krumpi, kisdeted a krumplit? Igen. De jó! Krumpli! Gyerünk, küsd le, ez az, gyerünk! Na, befelé a sarokba. Mi az? Oda, menj be! Miért? Menj be a sarokba! Ja, most detektíveset játszunk? Jó, oké, és én nem vagyok bűnöző. Én nem öltem meg senkit. De mit csinálsz? De most mit csinálsz? De miért? De mi? Hát igazából annyi, hogy nem is érdekel, sem is tetszett. Csak betáltal oda. Mi az? De miért? Kérlek, hogy fogjam. De miért? Hát, na, szóval. Én viszont most szólok apukádnak, és majd akkor ki leszel engedve, hogyha ő fizet nekem. Ja! Ne, de mi, ne, de végig az után, nem is vagy a barátnőm! Ja! De miért?
Nem már! Fogasztodás! De, na Istenem, nem elsátszok, ezt hogy mondjam meg apának? Hát lettem verve, nem hiszem el! Jó, most érzelmi csalódás miatt depressziós leszek örökké! Hello, szia! Hogy te itt vagy? Hát, csak szólni akartam, hogy a fia el van kapva, és hogyha vissza szeretné szerezni, akkor ki kéne fizetnie. Mi van? Játszotok? Ez ilyen izé, detektív esdi? Nem! Nem? Bent van a házomba, és vagy jöjjön a pénzzel, ha ki szeretné szabadítani. Jó, persze, igen, tudom, gyerekek, minden. Hello, szia! Hát jól van, nem tudom mit csinálnak, amúgy a gyerekek elég vicces játékot űznek. Gondolom meg akarnak viccelni meg ilyenek. Na jól van, menjek játszak egy kicsit velük. Jó, egy kicsikét megyek játszani velük, hogy hadd érezzék ők is egy kicsikét jól magukat meg ilyenek. Na jól van, oké. Szóval el kell játszanom, hogy váltságdíjat viszek, vagy nem tudom mi. Milyen a váltságdíj? Viszek mondjuk, mit tudom én, viszek 2 céklát, annak biztos örülni fognak. Na, szóval, megyek, mehetok, el kell játszanom, hogy izé, nagyon félek. Jaj, de nagyon félek, jaj, ne! Jaj, jó, meg kicsikét jobban váltok. Jaj, jaj, ne! Jó napot! Jaj, na szóval, jaj, ne! Válságdíj! Szóval, itt van a pénzed! Úristen, nagyon félek! Igen? Mi az? Ez nem pénznek néz ki, ez cég. Hát, játékpénz, tudod, hát játszatok, nem? Mi az? Na, szia, fiam! Idehozza vagy ne? Fiam, most mit játszotok éppen ez ilyen izé? Na, nem játék. De mi az, hogy... Kérem, hozzá a pénzt. Miért lőtted meg egy íjjal? Hát azért, mert nem hozta a pénzt. Anya, hát de... kér hozzá. Wow. Oké. Jól van, ez így egy kicsikét kezd ijesztő lenni. Oké, szóval kiderült, hogy az egész nem játék, és tényleg egy rabló a csaj? Most ez komoly? A fiamnak pont egy ilyen csaj sikerül kifognia, aki konkrétan el akarja rabolni és pénzt akar érte? Wow, oké, jól van. Hát akkor én szerintem jöhet a B-terv vagy valami ilyesmi. Nagyon van, oké, srácok, eljött a durvulás ideje, szóval még nagyon jó, hogy amúgy én vagyok ennyire kilátható, meg következetes, hogy el szoktam rejteni ilyen random ládákat így a faluban. Oké, na, szóval eljött az a idő, hogy kiszabadítsuk a fiunkat, meg ilyenek. Na, szóval... Oké, nagyszerű, ezt azért rakjuk vissza meg ilyenek. Na, szóval srácok, hátulról kéne valahogy megtámadni a házat. Úgyhogy, jaj, nem már, itt őrzi, jó csoda, hogy nem vett észre meg ilyenek, oké, és jól van. Na szóval valaki ki kéne szabadítani a kis Danit, úgyhogy ne vegyen minket észre meg ilyenek. Nem tudom ki, gyere már kifele, építs vissza! Vissza! Gyere gyorsan ide be, Dani! Istenem! Hogy kerültél ilyen helyzetbe, fiam? Hogy sikerült ez? Hát most nem tudtam, hogy a csaj az egy bűnöző, azt el akar rabolni, azt meg akar ölni, vagy mit tudom én meg. Oké, nem érdekel most, az a kérdés, hogy most mit akarsz, visszajunk és bosszút álljunk, vagy inkább hagyjuk ez így az egész és meneküljünk el, mi legyen? Kapjuk el és álljunk bosszút! Bosszút akarsz állni? Érzelmi csalódás? Hát megértem, jól van, oké, és talán majd mindegy, oké, megértem, én apád vagyok, meg minden, majd erről beszélünk. Na, szóval, gyerünk gyorsan, megyünk, akkor álljunk bosszút, meg ilyenek, na figyelj! Megtudom, hogy kell ilyenkor bánni a csajokkal, akik tönkretesznek téged, amúgy nem, nyugi. Na, lá, kezdek a csajok! Na, mi van? Na, nyugi már, kicsi Dani, nyugalom, ne, állj le! Fiam, nyugalom, na, menjél be a börtönbe! Mit? De dobd el a fegyvert? Dobd el a fegyvert! Mi az, hogy nem? Na, menjél be szépen a börtönbe? Oda szépen befele! Na, gyerünk! Azt tudod, kinek kiket rabolják ki? Ragd le a láncokat! Ragd le azokat! Úgy van! A másikat is, azaz! Na, jó van! Szóval, miért akartál minket te kirabolni egyáltalán? Nem akartál kirabolni. Te mondtad, hogy váltságdíjat akarsz a tőlem! Hát ez nem kirablás! Hát, de... Magadból engem. Értem, szóval te igazából rossz vagy, igaz? Igen. Na, oké, akkor jó szórakozást itt. Ne! Bárcsak, nyugi, ne öld már meg, na, 6 évvel szenvedjen szépen ott bent a börtönbe. Na jó van,
srácok, ez az, megmentjük a gyerekünket meg minden igazából. És hát ja, vigyázzatok azért a lányokkal, legyetek óvatosak, de hát lányok azért ti is vigyáztok egy-két fiúval. Na mindegy, ez igazából tanulságos volt. A lényeg, hogy azért valójában azért ne csináljátok ilyet, hogy bementek egy ilyen, azt lelövitek meg ilyenek, szóval logikus. Ja, de mindegy, értitek a lényeg, hogy ez csak egy játék, szóval srácok, találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és köszönöm, hogy itt voltok. Ja, találkozunk legközelebb. Sziasztok!